Szétcsapta ellenfelét a döntőben a topolyai Cservi Krisztián, az adai asztali teniszklub játékosa. Stefan Komlusánt otthoni csapattársát gyors ellentámadásokkal tudta kizökkenteni az összpontosításból. Még várom, hogy az ellenfél induljon, és utána én vissza, tehát ellentámadást indítok neki. És utána csak a tenyeres oldalon játszok végig. Még nincs vége, a végéig kell küzdeni. Ezzel a józan sportolói hozzáállással lehet egy mérkőzést hátrányból megfordítani és nyerni. Vélekedik Szórát Henrietta, a Zenta asztali teniszklub versenyzője. Megpróbáltam én pörgetni, hogy én nyerjem a pontot. És nem hagytam, hogy ő pörgessen, mert akkor az övé lesz a pont, hogyha ő pörget, és akkor így próbáltam. Nyaktörő mutatványok a szőnyegen, a vajdasági fiúk megbirkóztak a feladattal. A délvidékiek besöpörték az aranyérmeket, 11-ből 6-ot. Jó érzés, mert tudjuk, hogy nyertünk, és akkor élmesek vagyunk. Szerintem elég jó. Hogy kell ezt a tust megvalósítani? Hát most attól függ, hogy az ember hogy áll oda, kapcsolásból vagy többfogásból is össze lehet ezt hozni. Te neked hány ellenfeled volt, és milyen eredménnyel zártad ezt a versenyt? Én nekem 3 ellenfelem volt, és első lettem. Mindegyiket tussal nyertem. A magyar nemzet összetartozik, deklarálták a honatják a magyar alkotmányban, mondta Schmidt Pál. A volt magyar köztársasági elnök szerint ezt nem csak szóban kell mondani, állítani, hanem bizonyítani is kell. Minden eseményt meg kell ragadni, ami ezt elősegíti, hogy érezzék akár a magyar fiatalok, a magyar emberek határon túl, hogy összetartozunk. Most a sport egy nagyszerű lehetőség arra, hogy az együvé tartozásunkat kifejezzük. 2015-ben is Pécset rendezik majd meg a Magyarországi Aranycsapat Alapítvány által életre hívott Kárpát-medencei diákolimpiát már 11. alkalommal.